Sziasztok! Ebben a videóban olyan kérdésekre fogtok válaszokat kapni, amik kifejezetten tőletek érkeztek a fenntarthatóság és az újrahasznosítás témakörében. Nagyon sok mítosz kering a témakörül, úgyhogy fontosnak tartom, hogy egy picit beszéljünk róla részletesebben. Tartsatok velünk! Az alumínium egy tudatos választás volt, jelenleg a világ legszéles körűben újrahasznosított alapanyaga, a valaha legyártott alumínium 75%-a ma is forgalomban van. Az alumínium további nagy előnye, hogy hermetikusan lezárja, körülveszi a kávét, emiatt nem juthat be levegő, sem pedig nedvesség, így pedig a kávé olyan friss marad, mintha ma pörköltük volna. Igen, egyre növekvő arányban. 2022-re az originál kapszulák 80%-ban, a Vertuo kapszulák pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból fognak készülni, ez eszenciális ahhoz, hogy a körforgásban tartással csökkentsük az alumínium ökológiai lábnyomát. A kapszulák leadására több lehetőségünk is van. Személyesen a Nespresso butikokban vagy online vásárlás után az átvételi pontokon vagy a futárnál is ingyenesen leadhatjuk a kapszuláinkat. A hozzánk eljutatott kapszuláknak a 100%-áról gondoskodunk, jelenleg az újrahasznosítási arányunk Magyarországon több mint 40% már, az elmúlt években meredeken növekedett, úgyhogy ezt nagyon köszönjük ezúttal is. Természetesen a 100%-ra törekszünk arra, hogy minden kapszula visszakerüljön a körforgásba és egyéb tárgyakként újjászülethessen. A környezeti hatás nem mindig ott keletkezik, ahol elsőre gondolnánk. A Nespresso életciklus elemzése alapján egy csésze Nespresso kávénál a környezeti hatás 41%-a a felhasználás során az áram, víz és kávé felhasználás kapcsán keletkezik, ezért nagyon fontos egyébként a precíziós rendszer, ahol csak annyi áramot, energiát és kávét használunk fel, amennyi okvetlenül szükséges. 32% a környezeti lábnyomnak köthető a zöld kávé beszerzéshez, tehát ez a termőhelyen keletkezik. A gyakran fekete bárányként emlegetett csomagolás pedig az összkarbon lábnyom 13%-áért felel. Kapszák a begyűjtés után a debreceni újrahasznosító partnerünkhöz kerülnek. Itt külön választják az alumíniumot a zactól, az alumíniumot újrahasznosítják, a zacc pedig komposztás során kerül vissza a körforgásba. Van egy együttműködésünk a Pannonhalmi Főapátsággal, ahol a levendula mezők talajjavítására a zacc egy részét is felhasználják. Ha még többet szeretnétek megtudni az újrahasznosítási törekvéseinkről és a fenntarthatóságról, gyertek fel a weboldalunkra, és ne feledkezzetek el a Facebookon is lájkolni minket. Sziasztok!